az új összetételű nemzeti tanácsok vezetőivel találkozott a szerbiai emberi és kisebbségi jogokért, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter. Premondár Páda, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke sikeres együttműködésre számít a miniszter, illetve a minisztérium, valamint az MNT között. Tomislav Žigmanov tárcavezető megismerkedett a nemzeti tanácsok vezetőivel, és maguk a nemzeti kisebbségi önkormányzati vezetők is találkozhattak egymással, hogy folytassák a nemzeti tanácsok korábban megkezdett közös munkáját. A magyar határközelsége miatt a Tőzegbánya erdőben alakítottak ki a migránsok több tábort. A rendőrség napi szinten fésüli át a terepet, és igyekeznek felszámolni ezeket. A most végrehajtott rendőrségi akció során is több tucat illegális bevándorlót gyűjtöttek be az erdőben, és szállítottak befogadó központokba a hatóság emberei. Vajda Noa Pálma Végeláthatatlan víz címmel tartott önálló verses estet nagyapja emlékére Szabadkán. A fiatal versmondó Lackfi János, Varró Dániel, Rónai György versei mellett saját verssel is készült. Kozma Adrienna, a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatónője elmondta, hogy Vajda Gábor egykor a könyvtár munkatársa volt, és külön öröm, hogy az ő születésnapjára tudták időzíteni unokája emlékestjét.